Az ünnepre előkészített épületben az önkormányzat vezetői is megtekintették a felújítási munkálatok végeredményét. A felújításra az önkormányzat 1 millió dinárt biztosított. Hisszük azt, hogy ettől a naptól kezdve, amely ugye ünnep is, hiszen Szent Száva napja, aki jelentősen hozzájárult a szerb kultúra, a művelődés, az oktatás és az egyház, a pravoszláv egyház kialakulásához, megerősödéséhez. Egy olyan pillanat, amikor alkalmas az arra, hogy ez az egyesület folytassa a munkáját ebben az épületben. A gondok tavaly augusztusban kezdődtek, amikor egy tartófal leomlott, és az épület életveszélyessé vált, az építészeti felügyelőség pedig betiltotta használatát. Az önkormányzat gyors reakciójának köszönhető, hogy decemberben megkezdődhetett a rekonstrukció. 15. januára Građevinski radovi su ovde završeni, na našu sreću. Kako vidite, iz priloženog rezultat te adaptacije je evo ova sala i kuhinja. Uspeli smo da u veoma brzom roku omogućimo dalji rad sa kuda, jer do tog momenta smo se dovijavali, pozemljivali i tako dalje. A polgármester elmondta még, hogy az önkormányzat a jövőben is támogatja a Szent Száva Egyesületet, nem csak működési költségeinek és programjainak finanszírozásában, hanem az épület felújításának folytatásában is.